Köszöntöm Önöket, ez itt a Zöld közelben, a Rákosmente TV ökomagazinja. Itt a december tovább már nem lehet halogatni a fagyérzékeny növények védelmét. Mai műsorunkban vendégem a kétszeres nívódíjas kertmérnök András Károly, akivel a növények megfelelő teleltetéséről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban! Köszönöm szépen, és én is üdvözlök és köszöntök mindenkit! Melyek azok a helyek, amelyek alkalmasak lehetnek teleltetéshez? Mi az ismérve a megfelelő teleltetési helynek? Nagyon jókat lehet erről mondani, de sajnos a körülmények nem mindig adottak, sőt, nagyon szűkesek, mert itt a teleltetése mindig egy olyan 5-10 Celsius fok körüli hőmérsékletre lenne szükség. A relatív páratartamnak aránylag magasnak kéne lenni, fényviszonyoknak megfelelően, tehát világosan kellene. Na most, hogyha a teleltetésnek a helyét megnézik és a módját, sajnos ez nagyon szűkös, és mindig redukálnunk kell ezt a lehetőségeken, és mindig a szükségesség határozza meg az, hogy mit és hogyan, tehát erről majd beszélünk, hogy mit és hogyan. Melyek azok a növények, amelyeket mindenképpen át kell helyezni a téli időszakra? Összességében a mediterrán növényeket, amelyek az elmúlt pár évben nagy divatját, mint a leander. Tehát egy 8-10 évvel ezelőtt a leanderek nem éltek ekkora divatot, mint most, mindenki szereti, de ez hozzájön a fuchsia, az encián is, a sétányrózsa is, ezek mind mediterránok, nem beszélve a gyümölcstermőekről, akár a citrom, narancsról, a banáról. Ezeket mind kivétel nélkül teleltetni kell, mert nem bírják ki azt a hőmérsékletet, ami itt nálunk ez adódik. Mikor célszerű elkezdeni a teleltetést? Van-e esetleg bármi hátránya annak, hogyha túl korán, vagy esetleg túl későn kezdjük el ezt a folyamatot? Hát ez nagyon jó kérdés, mert az emberek egy kicsit meg vannak ebbe zavarodva. Van, aki már kicsit jön a hideg, már 5 fok van, és akkor mindjárt teleltetni akar, ez túl korai. Mindjárt az első, mert utána mindig jön egy felmelegedés. De azt szokták mondani, hogy ha a leanderként hagyjuk, akkor még a fagyot is kibírja. Ez való igaz, csak itt tévednek az emberek, hogy egyszer vagy kétszer azt a mínusz 5 fokot elbírja, de hogyha folyamatosságában van, és ez a mínusz hatás éri, akkor már károsodik a növénynek a szövetrendszere. Tehát egyszer-kétszer kibírja, de utána nem. Tehát éppen azért, amikor már az első fagyok bejönnek, akkor igenis teleltetni kell ezeket a növényeket. De a citrom, az encián, ezek még ezt sem bírják ki, tehát amikor már a 0 fok közeledik, akkor igenis teleltető helyükre kell őket szállítani. Konkretizáljuk egy kicsit, mit kell tudni a dézsás, illetve a cserepes növényekről? Ezt kétfelé kell venni, mert hogyha a dézsás és cserepes növényekről úgy beszélünk, hogy teleltetésre kell, tehát mediterránok, akkor ez beletartozik a fogalomba. De viszont a mai kertjeinkben, akár erkélyeken megtalálhatók dézsás növények, olyanok, amelyek pabét, például ciprusok, tuják vannak kiültetve, ami télen-nyáron megőrzik szépségüket és díszítik a környezetet. Ez nagyon jó. De a szél az, ami mindig kárt okoz. Nem is a hideg, mert a hideget kibírják, akár ez mínusz 10-15 fok legyen, de a szárító szél az viszont már égethet és száríthat. Éppen ezért ajánlatos az ilyen helyeken ezeket a kinti növényeket, a dézsáját bevonni jutazsákokkal, vászonnal, megfelelő szellőző fóliával, de nem a sima fóliát, az soha nem lehet használni takarásra, mert az bepárásodik, és az ellenkezőjét érjük el. Tehát inkább jutaszövetet használjunk ezeknek, hogy a széltől. És így akkor biztosan vehetjük, hogy ezek szépen áttelelnek el kertjeinkben, erkélyeinken. Mit fontos tudnunk a balkon növényekről? A balkon növényeknél, hogyha olyan növényeket ültetünk a balkonokba, amelyek télállóak, tehát kis örökzöldek, talajtakaró növények, akkor ez gyönyörűen áttelelnek. Itt a leglényegesebb, ugye amit a muskátiról, meg ami igazi balkon növényeink, a virágzóak, hát azok nem télállóak, azokat meg kell szüntetni tél előtt, és akkor tavasszal majd újból ültetünk oda. De a növényeknél, a balkonnál az a lényeg, hogy
öntözni szükségeltetik télen is, és ezen sokan meglepődnek. Pont az előbb említettem ezt a szélszárító hatását. Ezek a növények, ezek szépen levegőznek, párologtatnak, és hogyha jön egy szél, akkor ez még jobban fokozódik, tehát kiszáradhat a növény, és ezért kell öntözni. De ide tartozik például az árvácska is, amit nagyon jól tudunk ültetni ősszel, virítanak, korán tavasszal megint virítanak, ezeket is, ha szükségeltetés, nincs természetes csapadékunk, tehát hó vagy eső, akkor télen is kell. Az, hogy felhívjam a figyelmet, én azt szoktam mindig mondani, kérem, karácsonykor is adjunk neki vizet, és akkor meglepődnek az emberek, hogy igenis, ők is élnek, és élni akarnak, és éppen ezért kell neki a víz, az, hogy ez tudjon tovább fejlődni. Az említetteken felül mit tehetünk még növényeinkért a hideg időszakban? Szükséges-e például átültetni némelyik fajtát? Hát ezt nem. Ősszel, teleltetés előtt és az őszi időszakban nem szabad ültetni. Tehát nem szabad a gyökéreket megbolygatni. Ez mindig a tavasszal, amikor ugye teleltetésre visszük ki a növényeket, vagy éppen a szoba növényeinket, és amikor nyaraltatni visszük ki a szabadba, akkor kerül sor az átültetésre. Az átültetésnél mindig megnézzük, hogy mennyi ideje, mert azért egy 3-4 évet kibírnak a cserébe, az vagy az ültetőedénybe ezek a növények, de utána átkerültetni. Ha túl nagy, ugye mindig az határozza meg, hogy most már a szomszéd is visszük, meghívjuk őket, 3-4 ember tudja megkapaszkodni abban a növénybe, tehát azért határa van ennek is, hogy milyen növényeket tereltetünk, mert nem bírjuk el. Tehát éppen ezért akkor dugványt kell vágni, vagy jobban visszavágjuk, de a metszés is csak is a tavasz időszakban. Tehát sem ültetni, sem visszavágni, visszametszeni, ezeket a növényeket nem ajánlatos. Na most, hogy az előbb említettem, túl nagy az a növény, és nem fér el, na akkor szükség esetén azt levágjuk, visszavágjuk, hogy tavasszal még tudjunk egy friss meccfelületet adni. Ez tartozik. A kezelést, ahogy még kérdezte, nagyon oda kell figyelni az egészségi állapotra. Amikor visszük be a teleltetőbe, akkor a növényeknek egészségesnek kell lenni. Itt a levéltető, a pajzstető, ez a legborzasztóbb, ami megtámadja. És azt tudni kell, hogy a pajzstető, hogyha beviszem egy aránylag száraz klímába jó területre, a pajzstető ott jól érzi magát, és még jobban kezd szaporodni. Tehát nekünk az a leglényegesebb, hogy amikor visszük be, nekünk előtte le kell védeni, le kell permetezni, nem is egyszer, vagy kétszer. A talaját meglazítani, az, hogyha tudjuk öntözni, szépen be tudjon szívódni. Mert ugye öntözni is kell teleltetéskor. Az első kérdést, amikor mondtam, hogy nagyon lényeges a relatív páratartalom. Tehát ezért is szükségeltetik, hogy milyen helyen van. Mert hogyha az nem tudjuk biztosítani a fényt, a világosságot, és szükségmegoldásból garázsba, pincébe teleltetünk, mert hol máshol? Tehát ott viszont nem biztos, hogy a fényviszonyok olyan jók, nem biztos, hogy a páratartalom megfelelő, és hogyha egy 30-40%-os páratartalom van, az nagyon kevés, tehát a betegségek jobban tudnak szaporodni. Tehát éppen ezért kell öntözni, jobban odafigyelni, nem azt jelenti, hogy minden héten, de egy hónapban egyszer a körülményekhez képest, igenis vizet kell adni, és öntözni kell ezeket a növényeket. Maga a permetezés nem valószínű, hogy nekünk a tél folyamán meg kell ismételni, hogyha azt egészségesen tettük be, de azért jó, hogyha ránézünk erre is. Melyek azok a növényeink, amelyeket a hideg időszakban is nyugodtan a szabadban hagyhatunk? Azok, amelyek itt a mi környezetünkben megmaradnak. Tehát ahogy említettem már, a babér, a tuja, a ciprusfélék, a pici örökzöldek, tehát a tűlevelű, a lomblevelű örökzöldek, ezek igen a két nyáriak között, ami megmarad, az árvácska biztonsággal. A százszor szép ne felejtsem, amit szeret mindig ültetjük ősszel, de azokat takarni kell pontosan a szél miatt. Tehát a többit azt nyugodtan kint tudjuk hagyni, és ott tudjuk teleltetni. A többit viszont, azt viszont mindenféle körülmények között nekünk be kell vinni, és védenünk kell. Hogyan tudjuk megfelelően takarni ezeket a szabadban hagyott növényeket? Ha védeni akarjuk, mint például mondok egy a fikusz karikára, tehát a fügére, ami ebben az év januárjában nagy kárt okozott, mivel jött az a mínusz 20 fok, és a kerületünkben is nagyon-nagyon visszafagytak. Na most megszoktuk azt, hogy nem takarunk, de aztán rá kell jönnünk úgy, mint egy pár évvel ezelőtt, hogy akár a rózsát, akár ezeket a fügefélékeket, igenis takarjuk. Mégpedig úgy, hogy az alsó részét száraz lombbal
szalmával, szénával szépen betakarjuk, és sokan mondják, hogy hát de elviszi a szél, akkor egy karton körbeveszünk, azt megkötjük, hogy az ne tudjon elvinni. Tehát ez a teleltetésnek a módja. Ahogy már említettem, fóliát semmiféleképpen nem használunk, mert azon bepálik, ha egy kicsit kisüt a nap, akkor fölmelegszik, és ez a nagy hőingadozás még nagyobb kárt okoz a növényeknek. De azért kell a szárazság, mert ha vizes akár a lomb, vagy éppen a szalma, akkor ott elindulhat egy rothadási folyamat, ami viszont nagyon káros lehet. Tehát csak is így. A rózsát, szőlőt föl szoktuk csirkézni, bakátozni, de én mindig azt mondom, hogy ez csak akkor, hogyha megfelelő nedvesség van a talajban. Mert hogyha nem, akkor télen még vizet is kell neki adni, amit már említettem, igenis öntözni kell, de hogyha az a megfelelő meg, akkor főleg az új ültetéseknél, akkor azt fölcsirkézzük, fölbakátozzuk, hogy az egész alsó részét, vagy éppen az oltás részét azt tudjuk védeni. A növények teleltetése mellett ebben az időszakban is fontos beszélnünk a komposztálásról. Mit jelent pontosan ez a folyamat? Hogyan láthatunk hozzá? Egy nagyon régi dologról van szó, tehát nem egy új felkapott divatos, hogy most komposztáljunk, mert ez évszázadok óta ismert, még az apátságoknak a kertjébe jött ez létre, és onnan ered, és ők már rájöttek erre a nyitjára, hogy mit lehet és mit nem. Tehát a komposztálás az a szerves anyagoknak az összeérési folyamata, amiből olyan szerves anyag lesz, amit mi fel tudunk használni. Tehát itt a szerves anyagról, tehát többféle anyagot felhasználunk ebbe, de itt az a lényeg, hogy ezeket, amit föl tudunk használni, azokat földaraboljuk. Tehát nem a görögdínyének a fél felét oda beledobjuk, hanem fölvágjuk. Akár a kisebb ágrészeket földaraboljuk. A zöldségeket, amit otthon zöldségfélét, ami konyhai maradékok, ezeket is földaraboljuk. Tehát ez a lényege, hogy minél apróbb szeletek legyenek benne, hogy itt az erjedési folyamatok meg tudjanak minél előbb indulni. Tehát ez a lényege itt a komposztálás kezdetének. Mi alapján tudom kiválasztani a megfelelő komposztáló helyet? A kertünkben tűző napra nem lehet tenni. Tehát nekünk mindig úgy kell, hogy egy félárnyékos helyen legyen, és azt kezelni kell. Tehát a komposztot rétegenként egymásra tesszük, tehát a különböző anyagokat. Itt a különböző anyagoknál talán azt el kell mondani, hogy a kaszálásnál, a zöld hulladoknál zöld növényi részek vannak, ami nagyon gyorsan beindul, és gyorsan bomlásnak indul, akár pár óra alatt is. De az igazi komposztba a nitrogén és a szén arányának meg kell lenni. Ez annyit jelent, hogy a szén, tehát a száraz anyag, a lombok, a szénák, szalmák, lombok, és maga zöld hulladékok. Ezért van az, hogy mindig ilyen lombokat, meg a száraz anyagokat külön gyűjtjük a kertünkbe, hogy azt a komposztálásnál rétegenként föl tudjuk használni. Mert hogyha én egy kaszálás után, amikor több zsáknyi kaszálék ott van, és azt ráterítem, ott hagyom, az a 3 órán belül az kimondottan büdös. De miért büdös? Azért, mert egy levegőtlen körülmények között zajlik, tehát egy anérok körülmények között, amikor is egy rothadás jön létre. Tehát ezt nekünk meg kell előznünk. És hogyha ezt szépen rétegenként ebben tudjuk teríteni, az aljára hánycsot, darabos fákat, gajakat földarabolunk, és akkor utána megy a zöld hulladék, a száraz anyag, tehát rétegenként. Tehát lehet abba tenni, hogy említettem görögdínye héjat is, de földarabolva, és utána arra egy száraz anyagot kell tenni. És hogyha ez a rétegződés megvan, és létre tudjuk hozni, akkor egy nagyon jó induló komposztunk lesz, ahol levegős körülmények között elindul egy korhadás, ami nem büdös, és ezt kell nekünk egy kicsit hangsúlyozni, mert sokan félnek attól, hogy na, a szomszéd az már komposztál, hogy milyen büdös lesz. Nem, egy kimondottan nagyon kellemes illata van a jó komposztnak, ha jól csináljuk természetesen. Ezért az érés folyamatán egy komposzt durván egy 9 hónap alatt érik át. De addig nekünk 2-3-szor át kell keverni azt. És az a keverés következtében is levegőt adunk neki, ha száraz, akkor öntözzük, és itt van a lényeg, hogy hol helyezzük el, mert hogyha egy félárnyokos helyen, akkor nem tud kiszáradni.
Tehát ezért lényeges a hol és a kezelése, de a levegő, a szén, a nitrogén, ez mindenféleképpen lényeges. Hogyan tudom ezt a későbbiekben hasznosítani? Nagyon jól. Minden részét. Ahogy mondtam, körülbelül 9 hónap alatt nekem egy kész komposztom van, amit én átrostálok, és úgy teszem a növényeimre. Tehát szerves trágya helyett tudom használni, ráteríteni a zöldséges ágyra, ahova fogok ültetni, ahova fogom vetni a fűmagomat, ahol cserjék vannak, ahol fászáró növények mások vannak, gyümölcsfák alá, bogyósok alá, szépen fel tudom teríteni, és ez kimondottan szerves anyag. Ugyanakkor, akinek növényei vannak, abba is lehet ültetni, de nem a tiszta komposztba, mert az nagyon erős és kiéget. Tehát ott meg kell határozni, hogy körülbelül a komposztnak egy 30-40%, és a többi egy sima föld legyen, 60%, azt összekeverem, akkor egy nagyon tápdús szervesanyagban gazdag, nem beszélve mikro- és makroelemekben gazdag talajt kapok, amiben a növények aztán rendkívül jól érzik magukat, mivel levegő van, tehát szellős, kötöttsége megfelelő, szerkezete megfelelő, tehát egy nagyon jó virágföldemre. Mit tudna tanácsolni azoknak a nézőinknek, akik még esetleg a téli előkészületek előtt állnak? Teletetésnél ebbe az időjárásban már remélem mindenkinek a helyén van a teleltető anyagja, ez a mediterrán növénye, és nem késtek el vele, mert most már mindig, ma is mínusz 3 volt, és ez folyamatosan van, tehát be kell fejezni, és olyan helyen. A teleltetésre bevitt növényeket ellenőrizni kell folyamatosan, ahogy említettem, tehát az egészségi állapot, az öntözésnek a szempontjából fény, és időnként szellőztetni kell. Tehát azt nem lehet magukra hagyni a növényeket, hogy beteszem novemberbe, és majd márciusban rá kicsit szellőztetni kell, levegőt kell adni nekik. A kinti növényekkel, amik szintén beszéltünk, ott meg lényeges, hogy igen, azok a takarások, akár a fügénél, a rózsabokroknál, vagy a dézsás növényeknél betakarjuk időbe, vagy még most, mert nem tudjuk aztán, hogy a későbbi december vagy a január milyen hőmérsékletet fog hozni, és éppen azért ezt tegyük meg. A komposztálást meg sosem késő elkezdeni. Tehát az bármikor el lehet. És a megfelelő helyet kiválasztunk, megfelelő száraz anyagokat leterítjük, tehát az apróra vágott fadarabokat, galjakat, és arra aztán rétegenként rátesszük a komposztot, ahogy mondtam, lényeges a feldarabolás. Azokat folyamatosan teszem, ahhoz, hogy egy 8-9 hónap múlva egy kész szerves anyagot tudjak a kertemben felhasználni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, viszont hallásra mindenkinek, viszlát. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét aktuális témával várom Önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!